A karate kialakulásáig hosszú út vezetett, egészen Indiától Japánig. Évszázadokon keresztül formálódott külső és belső hatások révén, mivel a 14. század környékén tiltva volt a fegyverviselés az okinavaiak számára. Így kénytelenek voltak pusztakezes technikák alkalmazásával megvédeni magukat. A modern karate csak a 20. században alakult ki Funakoshi Gichinnek köszönhetően. A sport elsődleges célja a fizikai és a mentális megmérettetés, nem pedig a győzelem. Mivel önvédelmi sport a karate, így a kitartás, a fegyelem, a gyakorlás, a tudatos gondolkodás és a kombinálások tanulásán van a hangsúly. Mi is az a karate? Önvédelem. Egymás után következő mozdulatok sokasága, vagy valami több. A karatéban elengedhetetlen, hogy összhangban legyen a test és az elme. Ha nem találjuk meg ezt a törékeny egyensúlyt, a gyakorlatunkba hiba csúszik. A figyelem és az erő egyaránt elengedhetetlen hozzávaló a pontos végrehajtáshoz. A mentális fejlődés az a fizikai aktivitásától fog függni. Ezt azért így a több száz vagy ezer gyereket, akikkel már átfutottak a kezemen, lehet, hogy több, főleg így, hogy testnevelő vagyok főállásban, azért ezt el kell mondani, hogy a mentális képessége a gyereknek akkor fog fejlődni, hogyha a teste és a lelke fúzióban működik, összhangban. Hát a testem rendben van a lelkem is. Ha a lelkem rendben van a testem is. A lelki és a mentális adottságot kell a legjobban fejleszteni, de ez edzőként egyedül kevés. Kell hozzá a szülő, kell hozzá a tanár az iskolában. A sport az megint csak kiegészítés. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog, de ez fontos, hogy a szülő, ha csak a sportról beszélünk, a gyerek, meg én is, mint edző, össze tudjunk dolgozni. Ha nem kommunikálunk, hogy a gyerek miért nem volt edzésen, stb. Ellógja, ezekre oda kell figyelni. Főleg, amikor már 15-16 éves, és azt mondja, hogy edzésen, de mondjuk nem edzésen köt ki, akkor a szülőt tájékoztatnom kell, vagy ő tájékoztat, hogy biztos, hogy ott van az edzésen. Volt ilyen esetem számtalanszor, sajnos, de ezeket tudtuk orvosolni, meg tudtuk fogni a gyereket, és eljutott oda arra a szintre, hogy fölérje észre, hogy neki ez ad, és muszáj itt lennie, hogyha azt mondja otthon. Őszinteség, becsület. Tehát itt azért sok minden fejlődik. Tehát itt egy olyan jelenbeli fejlődést, ez a legfontosabb, ami a mentál higiénére, a fizikai aktivitásra is egyaránt kihat. Otakandre? Osz. Szeszendre? Osz. Alapozó időszak, van versenyfelkészítő időszak és versenyszezon, és vizsga időszak és vizsgára való felkészülés. Tehát ez nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott edzésen éppen hogyan építjük fel a tematikát, az ugye attól függ, hogy mire készülünk. Tehát ez nagyon változó. Tehát hogyha mondjuk alapozásról beszélünk, akkor sokkal több a kondicionáló edzés, sokkal több a futás, az erőnlét, a tüdőkapacitás növelése, a rugalmasság, a robbanékonyság javítása. És utána, hogyha mondjuk ez a verseny megelőző szakasz jelentés, ott a versenyszezon elején és közben is, ott meg azon dolgozunk, hogy ugye a technikákat csiszoljuk, és minél jobban kijöjjön az a forma a verseny kezdetére, hogy az ne okozzon neki problémát, tudják hasznosítani azt a megszerzett tudást, vagy technikai tudást, amit elkezdtünk gyakorolni. A vizsganyag szempontjából ugye ott meg eleve, azért valljuk be, ott azért inkább a tradicionális elemeket gyakoroljuk, ott jobban a formagyakorlatok, a bázis technikák élveznek előnyt. Illetve van egy nyári időszak, nem azt mondom, hogy leállás van, de inkább edzés kevesebb, de edzőtáborok annál több. Tehát itt, ott pótoljuk mindazt, hogy mondjuk június végéig van nálunk, ha tematikusan nézzük, június végéig vannak nálunk az általános edzéseink, viszont júliustól már van körülbelül 4 edzőtáborunk, egészen bezárólag augusztusig, szóval nem egyszerű, nem kivitelezhető, ez nagyon nagy szervezési munkát igényel ahhoz. Ja, és a hétvégi edzőtáborokat bele se számítottam, vagy a szemináriumokat, ahol vendégek érkeznek akár december végén, évközben, többször is. Szóval azt gondolom, hogy elég komoly munkát fektetünk bele abba, hogy ez fölépüljön, és tudjanak teljesíteni, és mindennek eredménye, kézzelfogható eredménye legyen.
Az edzésedzőmét Bodor Gábor háromdanos mester tartja. Leggyakrabban a Cserzi Mihály utcai bérelt edzőtermükben zajlik a felkészülés. Az évek során sok stílust kipróbáltak, de végül a Vadokánynál kötöttek ki. Az IJK szövetséghez csatlakoztunk először az egyesületünkkel, ami egy Shotokan karate stílustől áll föl. Nagyon nagy szerencsémre 2010-ben szereztem az első fekete övemet a Kato senseinél, ami óriási megtiszteltetés volt számomra. Mai napig is, sajnos elhunyt már a mester, az egyik legszínvonalasabb szövetségnek tartom a mai napig, viszont inkább tradicionális vonalat erősítették, és megmondom őszintén, én vadóztam gyerekkorom óta, 12-3 évig vadóztam a nagybátyám, mert így nagyon nehéz volt másik stílusban átszokni, főleg a formagyakorlatokra gondolok, mert a küzdőtechnikák az nagyjából hasonlóak az összes szervezetnél, vagy összes stílusnál, de ez miatt kellett úgy döntenem, hogy valószínűleg majd váltanom kellett. És találkoztam az akkori válogatott edzővel, Ruzsinszki Gyulival, aki elmondta, hogy milyen szövetségek ajánl esettek, hogyha a VK felé szeretnék orientálódni, akkor a Hönig Mirán Budával vettem fel a kapcsolatot, és oda regisztráltunk abban az időben, ez viszont már a Honturiu volt, ez is egy stílus, a Gojoryu és Fudokán alapokra épül, tehát némi kis Shotokan elemet is tartalmaz, ez közelebb állt már sokkal a szívemhez, de inkább az, hogy a kümite részét erőtett, ami számomra azért fontos volt abban az időben, mint válogatott, és ezért is csatlakoztam abba az irányba, és 2016-ban váltottunk újra vadóra, amire nagyon büszke vagyok, nagyon jó szervezetnél vagyunk. Én azt gondolom, hogy megtaláltam a helyemet, és eljutottunk oda, hogy a magyarországi szervezetünknek, a stílus vezetőjének, a Nukina Nobuyuki Sensei már a mi termünkbe is ellátogatott idén. Ez egy nagyon hosszú, kőkemény munka, majdnem 10 év munkája, hogy idáig eljutottunk. De ez a csapatunk nélkül nem sikerült volna, és az ilyen szülői munkaközösség, ami nálunk dolgozik, minden elismerésem az övékér. Én csak egy edző vagyok, vezetem, irányítom a csapatot, versenyeket szervezek, edzőtáborokat, de ahhoz, hogy ezt meg tud valósítani, az kellenek a tanítványok, amihez kellenek a szülők. Tehát ez egy óriási 3-4-es fúzióban működünk, ami nagyon-nagyon jól működik, és nagyon büszke vagyok a csapatomra. A tanítványok sok olyan dolgot vihetnek magukkal az edzésekről az életbe, amik a mindennapokban is segítségükre lehet. A legjobban, ami megfogott a karatéban, az az, hogy nagy a fegyelem, a szigor, és hogy lehet tanulni. Igazából a motiváció, meg igazából a szülői hozzáállás volt, hogy édesapám is karatézott, és mondta, hogy kezdjem el. Nekem ez a karate az úgy jött, hogy éppen órán voltunk, és akkor az egyik tanárom, az egyik önvédelem tanárom mondta, hogy amúgy tehetséges vagyok, menjek el megnézni egy-két edzést. Ugye én ezt eleve nem gondoltam komolyan, aztán így meggondoltam magam, hogy ugye unatkoztam, és akkor úgy voltam el, hogy eljövök egy edzésre, megnézem, és azóta beleszerettem. De a tisztelet meg a fegyelmet, meg hogy időbe kell mindenhova odaérni, vagy megcsinálni a dolgokat, az szerintem azt tanított a legtöbbet. A csapat jelenleg 4 helyen edz és készül a versenyekre. Köztük az Arany János Általános Iskolában, a Rókusi Általános Iskolában, és Szegeden kívül például Bakson, de a távlati tervek között szerepel még az új termek nyitása is. Tervünk között szerepel, hogy a megyében számos, tehát Csongrád család megyéről beszélünk, számos klubot szeretnék nyitni a tanítványaimmal a jövőben. Nyilván ez a jövő kérdés, hogy ők is hogyan állnak ezekhez a kérdések, azaz nekik is nagyon sokat kell változni és komolyodni ahhoz, hogy ezt elérjük, ezt a szintet, ugye edzői képzésen kell részt venni, és a több bírókat szeretnék kinevelni még. Ez is most egy fontos célom a következő egy évben, hogy egy-két bíróval tudjuk képviseltetni magunkat a versenyeken. Illetve a soron következő Európa-bajnokságra készülünk, ami októberben lesz, ez ami sarkalatos most és folyamatos, előtte azért az edzőtáborok, és ami nagyon fontos lesz, az jövő évi világkupa, ami Japánban lesz, Tokióban. Oda azért nem mindenki tud kijönni, mert elég komoly kvalifikációt igényel, azt gondolom, de bízom benne, hogy a csapatunkból azért egy-ketten
egy páron azért részt tudnak ezen is majd venni.